Minden ötödik befektető lakásfelújításra tesz félre, emelkedett azok száma is, akik gépjárművásárlásra költik megtakarításaikat, de a magasabb jövedelműek gondolnak gyermekeikre és a nyugdíjas éveikre is. Már pár ezer forintból is el lehet indítani a nyugdíj célú megtakarításokat, és mostanában a 35-40 éves korosztály is öngondoskodik. Hangzott el 35 perc című műsorunkban. A tavalyi évekhez képest azt lehet mondani, hogy nőtt igen a nyugdíj célú megtakarításoknak a száma. Egyre többen gondoskodnak most már a jövőjükről, és a nyugdíjas éveikre próbálnak egy kicsi összeggel hozzájárulni. Ugye több megtakarítási forma van, amit ugye a nyugdíjas évekre tehetnek félre az emberek. Akár egy önkéntes nyugdíjpénztár, egy nyugdíj előtakarékossági számla, vagy pedig maga az életbiztosítás nyugdíjas célra. A magasabb jövedelműek jobb helyzetben vannak, mert ugye a 20%-os adójogbeírást ők jobban igénybe tudják venni, mint akiknek alacsonyabb a bérezésük. De én azt gondolom, hogy minden társadalmi réteg megtalálhatja azt a megtakarítási formát, ami számára a legkedvezőbb. Az Alkusz kiemelte, a paletta széles, többfajta biztosítási termék van a piacon. Aki pénzt akar gyűjteni, félretenni vagy akár befektetni, van lehetősége választani a konstrukció közül. Többek között léteznek életbiztosítással kombinálható biztosítási formák, alapkezelőhöz elhelyezhető pénzösszegekről szóló termékek, vagy akár banki befektetések is. Próbálják ugye életbiztosítással kombinálni a befektetést, tehát gyakran értékesítünk még olyan unit link termékeket, amiben ugye a kettő védelem, illetve a befektetési rész megvan, illetve a befektetési alapkezelőkhöz is nagyon sokan rakják be a meglévő pénzüket. A Magyar Nemzeti Bank kiemelt figyelmet fordít arra, hogy csak olyan pénzintézeteket engedjenek be a szférába, akiknek megfelelő a likviditásuk. Erről nem csak a honlapjukon lehet tájékozódni, hanem érdemes szakember segítségét is kérni. Így lehet megtalálni a legbiztonságosabb befektetési vagy megtakarítási formát.